A co víme zcela jistě, nová škodovka půjde na odbyt. Ale který vůz u nás nejde na odbyt? A Jeep csütörtököt mondott ilyen terepen. A csehszlovákiai Skoda gyár új konstrukciója, a Skoda 973, a meredek hepeúvás domboldalon is felküzdi magát. Ha úgy esik, még segít is a Jeepnek. Itt látható a Skodánk erőforrás, az 1046 köbcentis farmotor. Tehát akkor kezdetét venné a Skoda 105L menetpróbánk, aminek a folyamán kicsit kielemeznénk úgy a típusnak a jellegzetességeit, hát mitől 105L is az autó, hiszen ugye 105-ös, de mégsem az S, de hát a standard kivitel. Arról már korábban készítettünk egy bemutató filmet, ám az még egy korai 1976-os példány volt, ha jól emlékszem, és ez pedig már egy 1988-as, tehát egy gyártás végi modell, és hát a 84 utáni típusjegyek azok tetten érhetők rajta, tehát a széles nyomtávú futómű, illetve a nagy kötény lemez elől, a módosított sárvédő, hátsó lámpák, és még sorolhatnám. Ám beltérben ez annyiban eltér a korábbi 105S-től, hogy ebben például a 120-as Skodához hasonlóan a kerekóra csoportot találjuk, könyöklők is vannak az ajtókárpitokon, ám a hátsó ablakok még továbbra sem leengedhetők, illetve, amint még ilyen szembetűnő különbségként észlelhetünk, hogy ebbe sincsen hamutartó a hátsó utasoknak, csak itt elő a középen. Még hozzátartozott az is a luxus felszereltséghez, hogy ez például már kapott elakadásjelzőt is. Az S-es típusban ez még tudtommal nem volt. A menet komfortja egyébként nagyon kellemesnek mondható, hiszen a farmotor miatt, és tekintve az, hogy még ez egy aránylag egy megkímélt példány, hát mindössze 80 ezer kilométert futott autó, de még felújítatlan motorra futó, de hát egy teljesen eredeti állapotban lévő autó, és érezhető rajta, hogy igazán kellemes vele utazni. Elég csendes ugye a farmotor miatt, és a jó szigetelések végett is. És szerintem egyébként a mindennapokra is teljesen jól használható. A szokásos újra és újra felmerülő kérdés, hogy
a vízmelegítés problémája. Nos, szerintem nekem erről az a véleményem, hogy amit jól karban tartanak Skodát, az nem igényli feltétlenül ez, hogy, hogy mindenképpen forralnia kelljen a vízen. De biztonsági intézkedésből természetesen itt is be van építve egy kézi működtetési ventilátorkapcsoló. Svazarmušti potápěči, kteří byli pod hladinou v roli případných zachránců i pozorovatelů, se rovněž shodli v názoru opustit automobil dříve, než se potopí. Vytáhnout potopený automobil byla jejich starost a starost příslušníků Československé armády. Díky jim a jejich technice mohl být pokus uskutečněn. Vladimír Iljič Lenin műve. Így nevezték el Csehszlovákia legnagyobb nehézipari vállalatát, a Volt Skoda műveket. A dolgozók lelkesedése minden nehézséget legyőzött, és vállalásaik teljesítésével bizonyították be, hogy méltók Lenin nevéhez.